2018 májusától az Európai Unióba és onnan kiutazó összes utas megfigyelés alatt áll. Az utas nyilvántartási adatszolgáltatásról szóló irányelv előírja, hogy több millió utas adatait hatalmas adatbázisokban tárolják. A kritikusok ezt szükségtelennek tartják, de az Európai Bizottság szerint ez döntő fontosságú lehet a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Furcsa módon a bizottság mégis meghagyott egy kiskaput. Az irányelv nem vonatkozik a magánjáratokra. Az Európai Parlament képviselői észrevették a kiskaput és módosításokat eszközöltek. A bizottság és Európa kormányainak többsége viszont egy újabb eljárásban visszaállította a kivételt. Ez azoknak kedvez, akik magánrepülőket használnak. Ha minden átlagos utast biztonsági okokból meg kell figyelni, akkor vajon miért ragaszkodunk a magánrepülőgépek kivételezéséhez?